csoportosoktól búcsúzunk, hiszen ők már 4 évet ide jártak. A kis csoportosokkal szeptemberben ugyanitt találkozunk. Mivel a csoport összetétele vegyes életkorú, ezért az évzáró első negyedében a kicsik fognak egy kis ízelítőt adni azokból a dalokból, mondókákból, amiket tanultunk. Utána a nagy csoportosok, és az évzáró végén pedig elbúcsúzunk a nagyoktól, elballagtatjuk őket. Én szeretném megköszönni a szülőknek is az egész éves munkájukat, mert tényleg, ha valamit kértünk, azt hozták, és mindenkinek nagyon kellemes, szép nyarat és jó időtöltést kívánok, és vigyázzanak a gyerekekre. Nagyon ügyesek vagytok.
el a csípcseppet, jó? Mutassátok. Csípcsepp, egy csepp, öt csepp, meg tíz! Csepereg a víz. Na még egyszer. Csípcsepp, egy csepp, öt csepp, meg tíz! Voltatok. Na akkor most forduljatok Aradia néni felé, mindenki tegye föl a kis Katalinka szárnyát, jó? Kis Katica bogarak lesznek, és énekeljük a Katalinkát, jó? Katalinka száját, jönnek a törőkök, sóskudva tesznek, onnan is kivesznek, kerékolát tesznek. Énekeljetek! Mikor jönnek a törökök, mindjárt a gyönyörnek. Annika is tudja. Onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek. Mihol jönnek a törökök, mindjárt nagyon lőnek. Gyere, Martina, legugolhatsz a koszorukhoz. Erre, jó? Erre, Martina. Koszorú, koszorú, miért vagy olyan szomorú? Itt nem fogja kitalálni a hangod alapján, hogy ki vagy. Gyere akkor, Petya, jó? Ó, mondtam. Martina, látod, Obornéni elállítva. Na, Petya, guboly le. Fogd meg a Barnika kezét, Martina. Koszorú, koszorú, miért vagy olyan szomorú? A Regina, ügyes voltál. Regina, legugolhaj. Koszorú, koszorú, miért vagy olyan szomorú? Koszorú, koszorú, miért vagy olyan szomorú? Ügyes volt az Ádi, az legugolnak, várjuk a fejlészt. Koszorú, koszorú, miért vagy olyan szomorú? Mondja, azért vagyok, mert a nevem. De egy kicsit hangosabb a melyikben. Kicsit hangosabb, jó? Ne nézd meg, Jászlén! Na, ki lehet ő?
ki lehet? Na? Megnézed akkor? Nézd meg, Márzi. Ki ő? Ő a Márkusz. Jó? Jó van? Na, akkor most beállunk vonatba. Na, egy kört itt mehettek, gyere Martina, aztán utána kimegyünk, jó? Ziki, Ziki, zakatol, a kis vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. Na, még egyszer, Ádi, fogd meg a Reginát. Ziki, Ziki, zakatol, a kis vonat valahol. Kicsiket meghívjuk nézőnek, hogy a nagyokat megnézzük. Hogyha szélre nézek, látom ezt a sok kedves vendéget. Tudtam, hogy eljönnek, máskor is megtették. Kedves ódánkat mindig felkeresték. Velünk fölrendeztek, velünk mosolyogtak. Ha ügyesek voltunk, örültek, tapsoltak. Látom, minden jöttek, akiket úgy látunk. Mulassanak most jól, szívünkből kívánjuk. Jó, szörnyű, 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 szörnyű,
Haj, de jó! Forduljatok szembe a párotokkal.
Kinek nincs párja? Gyertek, gyere ide, Levente. Keresztfogás. Arra megyünk, hely, forduljatok meg. Erre, jobb kézzel, így. Még nem kell, jó? Majd a végén a napszál, jó? Ha-ho, Vili Vári rajta. Vili Vári, Hentes Vári, Kukorica Jancsi, Zsupsz. Vili Vári, Hentes Vári, Kukorica Jancsi, Zsupsz. Zsupszra, jó? Vili Vári, Hentes Vári, Kukorica Jancsi, Zsupsz. Na még egyszer. Vili Vári, Hentes Vári, Kukorica Jancsi, Zsupsz. Jó, a belső kör legugolt. Vagy a térdélre ültünk, a Pius beültette a kis kertemet. Kicsit levigyeltek el, mert úgy sarkatokra ültetek. Na, jó. Na, a Pius meg indulhat, énekeljük a beültettemet. Beültettem kis kertemet a tavasszal. Lilium és Ibolyával, kis nyílt a kecsenként, el szeretném adni mind, de most mindjárt. Én megveszem virágodat, ha elaludt, hozzáleptem a kicsit, nem sokkal lúd. Kecsen kutás adára, kutcu nézünk utána, de most mindjárt. Beültettem kis kertemet a tavasszal, rózsaszett lilium és ibolyával. Kis nyílt a kegyenként, el szeretném adni mind, de most mindjárt. Én megveszem virágodat, ha eladod, hozzáláttam magad is, nem sokkal rossz. Énekeljétek végig, jó? Hoppá, hoppá! Mehet az olivér arra, jó? Beültettem kis kertemet a tavasszal, rózsaszebb lilium és ibolyával. Kis nyílt a kegyenként, el szeretném adni mind, de most mindjárt. Na, Alíz megy körbe. Felültettem kis kertemet a tavasszal, rózsaszekű lilium és ibolyával. Kis nyílt a kegyenként, el szeretném adni mind, de most mindjárt. Máté úti ebben. Beültettem kis kertemet a tavasszal, rózsaszekű lilium és ibolyával. Kis nyílt a kegyenként, el szeretném adni mind, de most mindjárt. Én megveszem virágodat, ha eladod, hozzáleptem magad. Egy futás hazadra, úgy szülészünk utána, de most
Na mondjad! Haladod az árát, te magad is! Versenyfutár az ára, úton egy bűz utána, de most mindjárt! Álljatok föl, liba sorba, tessék egymás után beállni, ide. Száz liba egy sorba, mennek a nagy tóra. Szülők, nagyszülők, vendégek! Búcsúzni jöttünk össze, hisz mindig búcsúzni kell. A mai nappal nem csak gyermekeik életében, de az önökében is lezárul egy fejezet. Véget érnek az óvis szülői évek. Bízom benne, hogy olyan nagy szeretettel idézik majd vissza ezt az időszakot, mint mi, a Hóvirág csoport óvónői és Dadus nénie. Emlékszem, amikor 3 évvel ezelőtt először találkoztunk, és megismertem az első óvodai csoportomat és önöket. Óriási bizalommal fordultak felé, és bízták rá legféltettebb kincseiket. Úgy érzem, a későbbiek során is a kölcsönös bizalom jegyében telt az együtt töltött idő. De a mai nappal lezárul a gyermekek életének egy fontos szakasza, a sok játékos tanulás, bátyolgatás után belépnek a nagybetűs életbe, ahol kamatoztathatják mindazt, amit eddig megszereztek. Ehhez kívánunk önöknek is sok-sok kitartást, türelmet, mert még bizony sok a dolog, ami a szülőkre, nagyszülőkre vár. Rengeteg megpróbáltatás és akadály vár még a gyerekeikre, és az önök feladata, hogy gyermekeik mellé álljanak, és támogassák őket. Legyenek mindig büszkék gyermekeikre, mert higgyék el, megérdemlik, mert ők az önök egyetlen és legféltettebb kincseik. Egy idézettel szeretnék búcsúzni. A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben. Egyesek magasabbra szállnak, mint a másik, de mindegyikük legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanak? Hát össze őket. Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű. Köszönöm. Thank you.
köszöntök minden kedves szülőt, rokont, hozzátartozót. Az ilyenkor szokásos módon búcsút vesztek az óvodától, óvónéniktől, óvistársaktól, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, együtt éltetek, játszottatok, együtt énekelhetek, verseltetek, rajzoltatok, festettetek. A búcsúzás megható érzésekkel teli pillanatai ezek. Számoltátok, iszatoktam, mennyit kell aludni, és a búcsúzó verseket egyre elcsukló hangon gyakoroltátok. De ma már nem próbálunk, ma búcsúzunk, hiszen tárt karokkal vár titeket az iskola. Ballagó óvisok, már bizonyítottátok szorgalmatokat az óvodás éveitek alatt. Sokat dolgoztunk, készültünk ünnepekre, jeles napokra, eseményekre. Sok-sok munka van mögöttetek, megmutattátok, hogy talpra esett, okos, bátor óvodások vagytok. Ma már könnyű szívvel engedünk útnak titeket, hiszen vár rátok az iskola, a játék mellett már egy érdekes világ tárul elétek. Tarisznyátokat megtöltöttük sok-sok élménnyel, kirándulással, programokkal. Vigyétek magatokkal a szép élményeket, vidámságot, melyben itt éltetek. Vigyétek magatokkal a szeretetet, a szorgalmat, a figyelmet. Egy képzeletbeli táblácskát adunk nektek a kezetekbe, amelyen ez áll. Tanulni sokat a gyermektől lehet, mert mindig a mosolyt tanítja neked. Tiszta lelke nem bánt, nem kér, csak arra vágyik, hogy vele legyél. Elfogad, mindegy ki vagy, nem irigy, bármit neked ad. Várja, hogy játsz, tanítsd és szeresd, hogy az élet iskolájába vezess. Azt mondják, hogy szállnak a gyermekével,
Köszönjük.